Szeretnék mindenkit bíztatni, hogy jöjjön el a következő MDT kongresszusra, mert nagyon színvonalas az egész szervezés, és olyan előadásokat hallgathattok meg, amik közelebb viszik ahhoz a praxist, hogy színvonalasabb betegellátást tudjatok biztosítani. Szeretettel köszöntök mindenkit, én dr. Felső Zita vagyok, fogszabályzó szakorvos, 2015-ben végeztem, 18-ban szereztem a szakvizsgámat, és azóta szinte csak fogszabályzással foglalkozom, abból is főként az aligner fogszabályzással, és az ortodonciai kongresszus előadójaként volt most előadásom a digitális fogászat és az alignerek integrációjáról. Ugye a digitális fogászat az egy rendkívül dinamikusan fejlődő terület, ami nagyban megváltoztatja az ortodonciai gyakorlatot is, és nagyon fontos erről beszélni, hiszen nagyon gyorsan változik, és nagyon sok előnnyel jár. Szemben különböző paradigmaváltozásokkal ugye átmentünk tulajdonképpen a fogorvosi szemlélet is a régi modellelemzéstől. Most már ugye inkább a digitális fogászat és azáltal a paciensebb központú mosolyesztétika vagy digitális mosolyesztétika irányába. És ezek egyébként egy nagyon sok egyéb előnnyel jár még, ugye nagyon könnyen alkalmazhatóak, nagyon gyorsak, hatékonyak, vizualizálhatóak a paciensek szempontjából, és nekik pedig sokkal kényelmesebb eljárásokat tartalmaz. Úgyhogy ezért. Hát igazából pont ezek a pontok, hogy olyan technikákat alkalmazunk most már ugye, háromdimenziós technikák, orrászkennerek, amik könnyebbé teszik, és hatékonyabbá, gyorsabbá, precízebbé a kezelés tervezését és gyártását is. Ezek teljesen egyénre szabottak már, nagyon könnyen elérhetőek, hiszen úgynevezett felhőről is letölthetőek, ugye mind a digitális minták, a tervezés, ugye ezek a CAD/CAM programok, tehát mindenképpen ezek olyan innovációs utak, amit azt gondolom, hogy a modern fogszabályzás is bele kell építeni most már azért a mai praxisba, és nem csak a fiataloknak, hanem minden korosztálynak, és ezáltal egy sokkal hatékonyabb praxist tudunk vezetni. Igazából nagyon színvonalas kongresszust gondolok, most már ezért a mai nap az erősnek mondható. Nagyon szépen meg van minden csinálva, jó előadók vesznek részt rajta, úgyhogy azt gondolom, hogy azért ez megállja a helyét mindenhol. Hát ugye pont ezek az esetlegesen olyan irányok, amit az ember képzés nélkül nem feltétlenül építene bele a praxisába, vagy olyan szemléletek, amit az ember ugye egy ilyen helyen tudhat meg, vagy hallgathat meg, akár újonnan, akár már egy picit részletesebben. Úgyhogy igazából ezért érdemes ezeket végighallgatni, én azt gondolom. Szeretnék mindenkit bíztatni, hogy jöjjön el a következő MDT kongresszusra, mert nagyon színvonalas az egész szervezés, és olyan előadásokat hallgathattok meg, amik közelebb viszik ahhoz a praxist, hogy színvonalasabb betegellátást tudjatok biztosítani. És továbbá szeretnék biztatni mindenkit, hogy az őszi Dentalworld-ön is vegyen részt.